Bocsánat, nem figyeltem a lábam elé. Nincs kedved esetleg elmenni kávézni most, hogyha ráérsz? Persze, ráérek. Oké, akkor menjünk. Nézd már a lábad elé! Talán nem kéne annyit olvasni, és akkor nem ejtéd el a könyveidet. Mondod ezt te, bukaholik! Nem szeretnéd megkóstolni a kajámat? Nagyon finom. Igen, de csak egy kicsit már fogyózom. Jól van, tessék. Hallod? Adsz egy kicsit a kajádból? Ez az én kajám. Adjál már, ne legyél már idő. Nem adom! Egy kicsit, adjál már! Nem kajám! Maris, csak azt akartam elmondani, hogy a szemeid kékebbek, mint az ég. Na jó, szia! Jaj, Maris. Csak azt akartam neked elmondani. Hagyjál már, mindig csak... jössz, te szakír, menjél már! Jaj. Jaj, ne szívem. Nézd csak, így kell. Oh. Na milyen? Isten. Ha, tudtam, hogy az én majas kenyerem a legjobb. Igen, így, jaj, nagyon jó. Én vagyok a legjobb kenyérvajazó. Attila, mit csinálsz? Neked ajándékba egy kis vajaskenyeret, isteni finom lakoma. Nekem csinálod? Attila, ez hogy néz ki? Aj, a cipődet se tudod bekötni, na menj odébb. De mi? Ezt így kell, nézd. Na most ebben... Szívem, hoztam neked egy kis virágot. Virág! Te mindig tudod, hogy mi kell egy nőnek. Aj. Szívem, hoztam neked egy kis hambit, pizzát és lecsókolbászt. Ez az! Te mindig tudod, hogy mi kell egy nőnek. Kaja! Kaja! Marian, el kell mondanom, hogy már régebb óta gyengéd érzelmeket táplálok irántad. Te most elloptad az Ineznek itt a drámai mozdulatát, ha őrült a barátnőm videómból? Hallod, Maris? Tetszel, járunk? Király, persze, kirakom Facebookra, meg a lakatot az Insta biomba. Jó, oké, utána én is beállítom. Hülye vagy? Nem bírlak el, én inkább ezt hagyjuk. Bocsi, Maris! Szívem, most már együtt vagyunk egy hónapja, szóval arra gondoltam, hogy hónapfordulunk alkalmából, utazzunk el Bora Borára 2 hétre, mit szólsz? Ó, de jó! Oké! Szuper, akkor menjünk is pakolni. Oké. Szívem, most már együtt vagyunk egy éve, szóval arra gondoltam, hogy elmehetnénk a kínaiba, itt a sarkon enni. Mit szólsz, valami kis romantikus vacsi? Ó, ez az, kínai! Nincs ennél jobb, ez az! Maris, annyira sajnálom. De nincsen semmi baj. Nem is tudom, hogy tudsz rám nézni, szörnyű ember vagyok. Dehogy is, én nagyon szeretlek. De nem hoztam neked laktózmentes tejet, mikor megígértem, elfelejtettem a boltban. Nem baj, majd iszom sima tejet. De hát akkor meghalsz. Dehogy is, csak kicsit pukizom. Ja, csak ennyi? Akkor jó. Attila, amíg kimentem a WC-re, megetted a kajámat? Nem. Attila, mindig ezt csinálod, tehát hova fér ennyi kaja? Te most lekövéreztél? Amúgy is miért mindig az étterembe jön rád a nagy dolgod? Azt hittem, hogy most a romantikus kajálásunkban egy éves évfordulónk miatt. Azért, mert tegnap ettem egy kis ázsiai kaját, de miért kell mindig végélni a kajával? Menj el innen tőlem! Ati, annyira jó itt veled. Veled is nagyon jó. Csak amúgy egy kicsit fázom. Mi? Hát ne nevetes, odaadom a kabátomat. Aj, ne szórakozz. Vagy. Tessék. Köszönöm szépen. Te vagy a legjobb. Hallod, Ati, nagyon fázom. Én mondtam, hogy hozd el a kabátodat, de nem hallgattál rám. Nekem nagyon jó, szinte izzadok is, melegem van. Hát akkor add már oda, léci. Nem adom, ez az enyém. De hát most mondtad, hogy meleged van. Maria, nem adom oda a kabátomat, szálljál le rólam. Nem egy filmben vagyunk, nem adom oda a kabátomat. Add már ide a kabátodat, ne legyél meg! Adjál már! Ó, ez az. Ne hagyd abba. Jól csinálom? Igen. Hello mindenkinek, én Attila vagyok, és itt van ma velem... Maris! Végre megtanultam, hogy rögtön kell mondani. Igen, nem, te legalább haladsz, te tanulsz, nem úgy, mint a többiek, akikkel szokott játékos videóm lenni. Remélem, hogy tetszett nektek a videó a Marissal, és hogyha igen, akkor adjatok rá egy lájkot, és írjátok meg lent kommentben, hogy melyik volt a kedvenc játétek, és ja, te mit akarsz mondani? Hogy hozzám is vettünk fel. De azt ezután akartam mondani. Ja, a Marishoz is vettünk fel egy videót, amiben mit csináltunk, mondd el. Sushit. Mindeket nagyon imádjuk a sushit, és profi sushi készítők vagyunk, szóval ez nem okozott nekünk gondot. Csak nézzétek meg, lent lesz a leírás alján valahol a link, ott lesz. Az íben nem lesz? Ja, de az íben, ott az í. Aha. És ja, ennyi lett volna ez a videó, most már megyek és beveszek egy gyógyszert, mivel allergiás vagyok szerintem a marisra, nagyon rosszul érzem magam. Te szígyentelen! Ma megint! Ja, még bele ragadtam a szerepbe. Nem tudtam érteni, mi történik. Na, de ennyi lett volna ez a videó, én Attila voltam. Én pedig Maris. Hamarosan találkozunk, és addig is legyen jó napotok, sziasztok! Te kiszálltál? Igen, a múltkor így, és most már ez a védjegyem. Naruto.